A vezérigazgató nak üzenem, de ő nyugodjon meg, egy pillanat, hadd válasszák meg ki maguk közül egy másodperc, mert egy pillanat, ön vezérigazgató, ebbe az egybe hibáztatom, önnek a saját emberét kell csak kiválasztani, de és majd az állambiztonság leellenőrzi őket, tehát az... Tehát ön a... Most nem mondtam semmit, tehát a Magyar Nemzeti Bankban intézkedhet csak, de így... A többiek, az úgy pont úgy jól vannak, ilyen andik vannak mindenhol, de nyugodj, de több ilyen... az Erzsik azt, hogy vezérigazgató, ne aggódjon. Az Andinak kell ezt menedzselni, hogy a Lajos bácsi, aki ezzel gazda meg van bízva, állandóan össze-vissza pislákolnak, ide-oda mászkálgattak, ahelyett, hogy beülnének odaova küldőket a Andi, meg az Erzsike, meg ilyen. Emiatt, pillanat, jövő márciusig, tessék megnyugodni, mert pont tél van, meg tavasz, meg ilyenek, jövő márciusok, amik szerelembe esnek a Pista bácsiék, mert ők neki kell dolgozni, ez úgy, az Andék is szépen lassan, ilyen nyugodtan, mert ő nem ismeri az Andinak a stílusát. A jó kurva anyját megbassza Pista bácsi. Üljön már be a faszomba, szombangba. Hát elmagyaráztuk. Ilyeket mondanak. De kis jányom nem engedtek be. És akkor ilyeket mond az Andi, de még Andi. De Pista bácsi. Miért nem hívott fel engem? Mit tudom, voltam? De elmondtuk, hogy ott a Jenő, hát ismeri az uramat, a Zolit. Miért nem telefonírozott neki, hogy autózzon? Vezérigazgató, ezek hadd szervezzék meg magukat, mert nekünk meg kell csinálnunk majd videófilmbe, de én majd fogok így videózni, veszek egy videókamerát, a Bluff Hungary-t, de... Vezérigazgató, ön nem ismeri a Balázs Róbert biztonsági igazgató urat. A Balázs Róbert biztonsági igazgató úr, és én jó magam, csak ön nem tudja, ugyanolyan algoritmusba mozgunk, és ugyanolyan mozdulataink vannak, pillanat, és ha ugyanazt a ruhát vesszük föl, egy csomó helyen, még hajszal nem ilyen alkoholista nők vannak, meg ilyen negligentek, mint a Zsolt volt a Mariettával, és el akarom játszani ezt a sztorit, de ez fog menni, de hiába van ilyen hajam, vagy hosszú hajam, el akarom játszani ezt a sztorit, de hogy összebeszélünk a két törvényszolga, az más, összebeszélünk egy keddi napon, és meglepjük mondjuk a Veresegyházi bankdolgozóit, hogy a Robi csak oda sétálja, hogy kortán. Beöltözünk ugyanolyan ruhába, és beszaladunk a bankba, mint rendőr, és két különböző utasítást adunk, de meg lesz beszélve az igazgatóval, két különböző bandának, és utána kint ülünk ilyen sokat az állambiztonsági, akár a pénzügyörök le vannak már szarva, és azt nézünk, hogy én tudom-e jobban ugráltatni az én bandámat, vagy a Balázsói, és az állambiztonsági tiszt, az én kurva jó fecsáma, de így, hogy nézzük, Viktor, hogy szolgáljon! És a biztonságőr vagy mondja, de én elmondtam, hogy nem is ezek ültek itt, és az a némber jött be. Erre azok meg, igen, mert beütt az a csávó, de az egy nő! És akkor így, utána összerakjuk a két csoportot, és így összezavarodnak majd, hogy az egyik nő a másik csávon, nem is ugyanúgy néz ki, csak ugyanúgy mozog, ugyanúgy mozog. Meg a teknek föl kell tudnia ismerni, hogy én szaladtam ebbe, de vagy a Balázs Robi meg az arénába szegény Attila diszpécset. A szegény Attilát úgy beszopattuk kétszer.